Az a cuccos. Hát mindenképpen jobban nézett ki a tévé. OG fam. OG! 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 Oh yeah! OG! That's right! OG! OG fam, sziasztok! Újabb nap, újabb videó, kellemes reggelt, kellemes délbét, kellemes délutánt, nem tudom mikor néztek, nem is ez a lényeg. A lényeget tudjátok, iratkozzatok fel a csatornámra, kapcsoljatok be a kis csengőt, kis harangot, hogy nem adjuk le semmiféle feltöltésről. Na gyerekek, újabb nap és újabb videó. Ha minden igaz, akkor Ábel is hamarosan csatlakozni fog, és el fogunk menni egy olyan helyre, amit a tegnap igazából csak az autóval elhaladtam mellette, és úgy láttam, hogy ott tömi valószínű, vannak valami jó kis spottok. Picit kell azért menni ahhoz, hogy odaérjünk, de elsősorban a tegnap azt éreztem, hogy picit a fékeim be vannak lassulva, úgyhogy nézzétek csak! Ezzel fogom megoldani a problémát, már pedig az annyiból fog állni, hogy ide a dugattyúhoz befolyok egy kis metalux sprayt, valamint alul is a munkahengerekhez. Nem tudom oda, hogy nem. Alul is a munkahengerekhez be fogok fújni egy kis sprayt, és ezáltal elméletileg, főleg a hátsó féken éreztem egy pici lassulást. Valamint a tegnap egy picit a porba bringáztam, úgyhogy azt majd, ha előmegyünk, akkor egy pár csepp vízet fog csepegtetni a felnire, és akkor már is szét fogjuk kenni, és elméletileg az egy picit fog rajta tisztítani. Hamarosan jöhet az új flexelés is a felnyire. Ugye most már lassan két hete van összerakva a bringa, és megérett a flexelésre. Jó lett volna azért, hogyha itt van, itt lenne most Ábel, de nincs. Úgyhogy nézzétek, milyen kamera manom lesz. A kameramanom nem lesz más, mint a csomagtartóm. Remélem, hogy... Inni. Remélem, hogy azért lát az eleget. Elveszem ezt a kis törcsit. Telefonomat azt szétdobiváltam. Éppen Ábelnek fütyöltem. Most fog jönni. Mi a helyzet? Semmi. Megjött Ábel. Ott a kameramen. Most az autóm lett a kameramen. Ki a fasz? Ki? Maradnak itt fenn a fék karocskák még, és kész vagyunk. Na, de meg vagyunk, menjünk bringázni. Gyerekek, én eddig ma még nem voltam kinn a házból, de hát olyan, mint egy ilyen zombi apokalipszis. Senki nincs az úton. Csak az öregek persze, mivel hogy hát mit mondanak, a legveszélyesebb a vírus az öregekre. Akkor kik vannak kinn az úton? Természetesen az öregek. Na mindegy. Nekük annyi, érted, ők már megunták.
Szóval itt megyünk ahhoz a helyhez, amit láttam az autóból, és hogy teljesen ne hűljek ki, megálltunk itt. Picit az autó közel van hozzá parkolva, úgyhogy nem hiszem, hogy olyan sokat fogok itt csinálni, de valamit azért fogok. Itt van megint Ábel. Ábel, szia Ábel! Mit csináltál? Van ott valami cucc, amit tudsz csinálni? Mi? Valami. Valami, jó. Beadom ezt, és megyünk tovább. Vidinyózol-e? Innát jó lesz, ne? Az azért szar, már peremelő kell menni. Meg kell próbáljam onnan is meg. De egyszer át. Az öreg a bottal egy fél óra megy egy ilyen 20 méteres szakaszon, a kutya az meg 20 perce ugat. Ha le nem vágom a fejét, szeretem a kutyákat, de az ilyen idegbeteg korcs kutyákat azokat ki nem álltam benne. Száll kusár is maradt el minden. Fogjál ezt, ügyet! Menjünk tovább, még rendben az, hogy árul ide. De emlékszem, hogy nagyon csúszik. Most nincs kedvem esni. A kórházba se fogadnak. Menjünk, nézzük meg azt a helyt, amit láttam a tévéből, bazd meg, az autóból. Na, ez a cuccos. Hát mindenképpen jobban nézett ki a tévéből. Tévéből. Az autóból. Ezek a jó kis karikákkal is. Ha lenne vaj egy, amit élére állítsak. Ezek miből vannak? Ilyen üvegszál, vagy nem tudom mi az. Ott mi van egy adag, mert szép. Nem tudom, mit lehet itt. Inkább ne várj meg, hogy belenézel. Hogy? Inkább csak ne nézz bele. Hát tartodok bele, testvéreim. Nem tudom, mi lesz. Tessék, Ábel. Egyet megyek rajta. Jó. Nagyot nem tudok itt alakítani. Gondolom, lesznek jó kis csúszások, jó kis mászások, jó kis... Állott víz. Nem tudom mi az, mint egy szemét is bazd meg is rengeteg. Hát mindenféleképpen azt hittem, hogy ez egy jobb hely. De nem. Úgyhogy nem tudom, menjünk tovább. Az megint egy sáfülás, sáfarka videó lesz lehet, de még nincs vassza minden. Na, itt sem voltam rég. Életveszély mi van itt, csak hogy egy kicsit mutassak belőle.
Meg nem tudom, gyerekek, ez mi ez a sok, hát ilyen törmelék, betontörmelék, honnan a rák faszából került ide? Hát úgy néz ki, itt az szép volt, mit tudom én, 2 éve, mondjuk. De most életveszélyes, hogy mi van itt. És igazából itt nekünk ez az egy ugrás van. Ma tényleg egy ilyen se füle, se farka videó lesz. De én is próbálok videózni, míg még lehet, míg még kiengednek a házból. Úgyhogy ja. Abel, onnan veszel egyet? Igazából egy ugrás van itt is. Egy nagyobb acska csúszás. Hát igen, ott kiukadnak a kerék. Igazából... Megütött a korona. Hát csúszok. Na de, most már legalább azt tudjuk, hogyha lesz triálpálya, akkor honnan tudunk egy-két ilyen nagy beton cuccot lopni. Itt vannak ezek a betonlapok, vannak ilyen nagyobb kövek. Ezekből mind lehetne csinálni jó kis pályát. De most már ugye egy olyan 2 hónapja jelent meg, vagy 1 hónapja jelent meg az újságban, hogy lesz idén skatepark, illetve triálpálya. Azt hitt a cikk végén, hogy legjobb esetben 1,5 év múlva lesz kész. Hát gondolom, hogy tavaly azt mondták, hogy még 1 év. Igen, a tavaly azt mondták, hogy 1 év. Sőt, a tavaly olyanról is volt szó, hogy már szezon végén, de szeptemberben kész lesz. Most gondolom, hogy a koronica az babaszott még egy kicsit. És hát nem tudom, mi lesz. Mikor lesz meg. Mindenféleképpen majd a nyugdíj. Milyen nyugdíjas leszek, meg lesz. Majd az unokáim. Vagy Ábelnek az unokái. Vagy nem tudom, de egyébként gyerekek, az a szopás, hogy nézem Ryan Taylort, és ők Kubába voltak, meg Kolumbiába, Medellínbe. Ugye köztudott, hogy az a világ egyik legveszélyesebb városa, tele van gangsterrel, ugye onnan származik Pablo Escobar, de hát kokainbárok, stb. Kommunizmus is. Tehát minden, de ott van skatepark. És betonból van kiöntve. De hát életveszélyes, hogy egy kommunista ország, ami le van maradva nem tudom mennyivel, és tényleg útjaik nincsenek meg. Tehát más minden rendszer a szar, de a skatepark még ott is van. Ehhez képest a mi politikusaink egyfászt azt reklámozzák. Mókus. Tehát a mi politikusaink mind azt reklámozzák, hogy olyan országot akarnak, mint külföldön, de 30 éve kijöttünk a kommunizmusból, és egy kibaszott skatepark nincsen, gyerekek, hát miről beszélünk? Nem tudom, szerintem patkányot állva, nem mókus. Nem hiszem, hogy itt a szemétdombon a mókus lenne. Mit lehet itt még adni? Felpróbálok menni aztán. Menjünk innen erről a szemétdombról, mindegy. Valami kullerát vagy leprát kapunk. Ez itt nagyobb. Ah, nem olyan nagy.
Menjünk tovább, nincs itt amit csinálni. Sáfülá, sáfarka videó. Legalább egy pár dolgot elmondtam, hogy bánt. A másik meg ez az a híd. Hát ez szegény, ez itt rohadt vagy 20 éve. De látszik is. Azt értem, hogy nincs pénz újra csinálni, de hogy lebontani, vagy hogyha valahogy kinézzen, tudjátok, lefesteni, esetleg megkérni valami grefeseket is, és ők fessék le, milyen modern művészet, valami, de semmi. Semmi. Na, mai nap utolsó helyszínéhez értünk. Az lenne a feladat, hogy végig kéne ezeken ugrálni, a végén megfordulni és vissza. De nem titkolom, hogy így szezon elején kimondottan elégedett lennék, ha csak arra végigugrok. A visszafordulás az nem hiszem, hogy ma meg lesz. Megpróbálom, ezt is el akarok. Utána itt is este megyek, megpróbálom ide bevágni. Egyből megvan. Megfordulni nem tudok rajta. Csáó. Na, de. Mentem haza. Bézartal. Be! Mindenki bézart. Majd csinálok egy olyan videót. Ezek szerint a fodrászatok is be vannak zárva. A fodrászatok is be vannak zárva, hogy csinálok egy olyan videót a YouTube-ra, hogy hogy vágom a hajamat magamnak. Nekem is ő a fodrászom. Nekem nem ő. Csak megkérdeztem őt, mert ő a legextrém a fodrász. Viccelek. Bugyi kék autó. Gyerekek, na, nem tudom, mit videózzunk ma. Inkább jár még biciklizek. Megvan a mai anyag szerintem, holnap is kijünk, holnap is videózunk, amíg jön Ábel, addig minden nap videózunk, és amíg kihagyják, hogy jöjjünk a kórházból otthonról, addig minden videózunk. Addig is, Buna, ennyit van már ez a videó, ha tetted a dolgod, nyomj egy kibabaszott nagy lájkot, vagy akár rá is fajálhatsz, engem nem érdekel, mert ripítjál meg át a billentyűzet, csak nyomd meg a lájkot. Kapcsolod be a kis csengőt, kis harangot, hogy ne kell még egyszer mondjam következőkor is, és lássad, hogyha valamit feltöltök. A mai napi komment az ment ide, a csecsemre fogom tenni, nem tudom, nem biztos. Én Orbán Gabi voltam,